Egy vulkanikus hegyvonulat, amit a térképek az északi középhegység részeként jelölnek, viszont geológiai értelemben a Dunántúli középhegység része. Földtanilag a börzsönnyel rokon miocénkori vulkanikus eredetű andezitből épül fel. Az idők folyamán, miközben a Visegrádi és a Börzsöny 2-300 métert kiemelkedett, ezzel lépést tartva a Duna mély szakaszos teraszt vésett ki. Így jött létre a Dunakanyar napjainkban ismert képe, ami prédikálószékről nyújt nagyszerű panorámát. A Pilis és Visegrádi hegység két geológiailag jól elkülönülő, de kulturális és turisztikai szempontból egységes hegyvidékét a köznyelvben helytelenül együtt nevezik Pilisnek. A karsztos Pilis-hegység masszív több száz méter vastag üledékes kőzete barlangokban és forrásokban gazdag vidék, ezzel szemben a Visegrádi-hegység andezit tömbjeit pedig patakok, vizek barázdálták, és sok-sok völgyet hagytak hátra maguk után. A hegység legmagasabb pontja a 700 méteres dobogókő, a magyarországi természetjárás egykori és mai központja, jelze turistautak sokaságának kiinduló és végpontja, ahol múzeum őrzi a magyar turista mozgalom emlékeit. Völgyekkel gazdagon behálózott hegységben nagyszerű szurdokvölgyek alakultak ki, amik bejárása, megismerése nagyfokú ügyességet kíván a felfedezőktől. A hegységben található négy legnagyobb szurdokból ezúttal kettőt járunk végig, a Piliszentkereszti szurdokot, illetve a Szalabassina-árok zegzugos vidékét. Erre a 25 kilométeres túrára még felfűzzük a Lajos forrást, a Vasas szakadékot, érintjük a Kőhegyi menedékházat, illetve egy gombasziklát is. A Pomázról induló buszon zögykölődünk a Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület tagjaival, akik bakancs listáján már régóta szerepelt a Visegrádi-hegység vadregényes vidéke. Mivel ez a táj számomra hazai terep, így örömmel vezetem őket erre a kalandra. Szeretjük a kilátókat, felfedezésre csábítanak a barlangok, de nincs is annál izgalmasabb, amikor egy sziklafalakkal szegélyezett, sziklás völgybe vezet utunk. Bemelegítésként a Piliszentkereszt közelében található Derapatak szurdok völgyébe kezdjük mai barangolásunkat. A település déli határát éppen csak elhagytuk, már is a másfél kilométer hosszú mesebeli hangulatú szurdok bejáratánál vagyunk, ahol néhány egykori mészigető kemence maradványa egy letűnt kor mesterségéről tanúskodik. A Pilis leghosszabb folyóvize szurdokszerű, meredek völgyet vájt magának az idők folyamán. A Dera szó maga is rést, szakadékot jelent. Ezt a találó nevet a Pomázon élő szerbek adták egykor a folyónak, és így a szurdoknak is. A Dera, vagy más néven Kovács-patak szurdok völgye, a Pilis mészkőszirtjeit és a Visegrádi-hegység vulkanikus kőzeteit elválasztó törésvonal mentén található. A patak manapság búvópatak jelleggel hol eltűnik, hol újra előbukkan. A szurdok geológiai értékét elsősorban az adja, hogy a patak által kivált völgy meredek falai kiválóan feltárják a földtörténet középkorának, a triász időszakban képződött dagsteini mészkő formáció vastag padjait, valamint a kőzet rétegek mozgását.
Nos, a Derapatak völgye nem hazudtolja meg a nevét, a meredek falu szurdokban tükörsima felületűre kopott kövek törik meg rendre a folyó felszínét. A Dera hangos csobogással szágult végig a medrén egészen addig, amíg Szentendre alatt végül a Dunába torkollik. Mi ezúttal a torkolatig nem kísérjük el a patakot, nagyjából másfél kilométert haladunk még a part mentén, majd kelet felé fordulva átvágunk egy mocsaras részen, hogy a Szalabassina járok vadregényes, nehezen járható mélyedésének alsó részéhez jussunk. A kaland itt veszi kezdetét, bár most még egy szelíd árok húzódik előttünk, aljában kövekkel, illetve néhány bedőlt fával, amiket könnyedén kikerülünk. Út itt nem található, kövek és sziklák között a patakmederben járunk. Hamarosan változik a kép, a rengeteg bedőlt fatörzs és ágak szinte áthatolhatatlannak tűnő szövetet alkotnak előttünk. Egyik helyen átmászunk, a másik helyen lehajolva vagy szinte kúszva tudunk tovább jutni. A talpunk alatt folyó víz még jobban megnehezíti a feladatot, mindez azonban csak bemelegítő pálya, az igazi kihívás közvetlenül a gát után vár ránk. Derapatak mellékága a Szalabassina patak, most éppen szelíden zubog lefelé szűk medrében, ahol az első komolyabb próbatételhez érkezünk, egy kis vízesés állja utunkat. Hogy érzed magad? Most szorul be a hátizsákod. Hogy érzed magad? Kicsit visszalökjünk? Köszi. Átférsz? Segítsünk? Add a kezed. Átférek, nem kell. Na, ne segíts neki. Hadd szenvedjél. Hogy szenvedjél? Ami fő szenvedjél. Amúgy is olyan vagyok. Szenvedős típus. Neki se legyen jobb. Azaz. Hernyó. Olyan vagyok, mint egy hernyó. Nem mondod. Várjál, elfelejtettem képet sem, menjünk vissza. Szerencsénkre most éppen alig van víz a mederben, azonban már ez a kis víz is nagy mértékben megnehezíti a továbbjutást. A völgy egyre szűkebb és zordabb arcát mutatja, több helyen kisebb sziklamászással, vagy kidőlt farönkökön egyensúlyozva tudunk továbbjutni. A legjobb, legizgalmasabb részhez érkeztünk, egy kis sziklafalon lezúduló, csupán 3 méteres vízesésen kell feljutnunk, egy újabb kellemes rész sziklás mászókával, ezt a rész szárazon senki sem ússza meg. Az árok innentől kezdve igencsak keskeny és mély szurdokká változik, aminek magas lépcsői nem egyszerű a továbbjutás. A sziklafalak aljában méter mély víz fölött ferde fatörzseken egyensúlyozunk. A
A szalabasi nárok nem veszélytelen hely, a helyenként 2-3 méterre összeszűkülő szurdok kicsit több mint 1 kilométer hosszú, a 10-15 méteres falak között szinte mindig hűvös van. Jellemző a sok bogár, a rovar, helyenként még békával, siklóval is találkozhatunk. A sok kidőlt fa, szikla, kő miatt az árokban nehéz az előrejutás, csak kellő óvatossággal merészkedjetek ide. A szurdok végén megszelídül a terep, kicsit szomorúan vesszük tudomásul, vége az extrém szakasznak, azonban a tavaszi olvadás és a pár nappal ezelőtti esős idő sártengerré változtatta a túraútvonalakat. A bokáig érő sár nem tántorítja el a sok-sok túra kilométereken edződött csapatot, így hamarosan a Lajos forrásnál feltöltjük vízkészleteinket, majd irány Dömörkapu. Dömörkapu a Visegrádi hegység egyik délkeleti bejárata, török eredetű egyik neve Vaskaput jelent. A Bükkös patak a Visegrádi hegység egyik legjelentősebb folyóvize, dobogókő alatt ered és 16 km után Szentendrénél ömlik a Dunába. Egykor a Bükkös patak keskeny szurdokban tört itt át magas sziklafalak között, azonban a kőbányák megnyitása után a völgy kiszélesedett, megszelídült. Dömörkapunál az 1920-as évektől az 1960-as évekig kemény fagyálló andezitet bányáztak, amiket házak utak építésére használtak fel. Túránk vége felé bekukkantunk a vasas szakadék szűk, vulkanikus eredetű szurdokába, ami a Visegrádi hegység földkéreg mozgásai által keletkezett törésének egyik szép példája. A szakadék úgy keletkezett, mintha a hegy ketté nyílt volna, a szurdok végében egy barlang található, amibe be lehet bújni. Hogy tetszett a szalabasi várok? Jó volt, ennyit még nem áztam egyébként patakon, tehát fölfelé jövet is izgalmas volt. Lefelé szerintem még keményebb lehet, hogyha lefelé jön az ember, de bizonyos részei szerintem járatlanok voltak, azért nagyon sok víz volt benne. Hát az úgy hasonlított a hagyományos túrázáshoz, vagy hát a túraútvonalakhoz. Hát sok volt a sár, nyilván sok volt az eső a héten. Mindenki sáros bakancsban megy haza, de nem gond szerintem senkinek. Egyébként nekem ez a vendégház tetszik legjobban. Én 20 évvel ezelőtt jártam itt még általános iskolai osztálykiránduláson, és azóta nem voltam itt fönt. Nem sokat változott a hely, úgyhogy nekem ez tetszett a legjobban. Nosztalgia miatt. Hány vízesést kellett ma leküzdeni ott? Hát kettőre emlékszem, de lehet, hogy volt több is. Tehát kettő volt komolyabb. Az egyik az a lyukas volt, amikor lyukon keresztül kellett fölmászni. Hát ott egyébként az igazán legényesek azok a fán mennek végig, vagy mentek végig, vagy mentek volna végig. Hát én azt azért nem mertem bevállalni, úgyhogy én maradtam a lyuknál. Úgyhogy, de ott a, mondjuk hátizsákkal indultam neki, úgyhogy majdnem bele is szorultam. Olyan micimaszkós élmény volt, tehát amikor a micimaszkó a nyuszik a házába beragad, mert ugye sok mézet eszik, és akkor utána egy hétig fogyasszák. Tehát körülbelül olyan élményem volt, mondom én is nehogy beragadjak. Mert ott lehet, hogy a követnek kellett volna mozgatni, az lesz, hogy lehet, hogy nem lettünk volna elegen, hogy elmozdítsuk azt a nagy követ. Ezen a napon végigjártuk a Visegrádi hegység igen szép helyeit, amiket akár külön-külön is érdemes meglátogatni. Reméljük, az elmúlt percekben sikerült kedvet ébreszteni egy kis barangoláshoz.